Azzal kezdeném, hogy a Biblia világosan tanítja, hogy a világnak van időbeli kezdete és vége. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és aztán van szó Jézus második eljöveteléről, amikor ez a világ ebben a formában elmúlik, vagy átalakul. Ez még önmagában nem kell, hogy félelemmel töltsön el minket, hiszen ez elég világos tanítás, és a hívő embernek alapvetően a világ végétől nem kell, hogy félni valója legyen. Azt kérdezed és kérdezik nagyon sokan, hogy mikor lesz ez. Jézus azt mondja az evangéliumban, hogy nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Bármennyire szeretnénk tudni, hogy ez mikor lesz, nem mondja meg. Talán azért, hogy ne félelemből legyünk az ő tanítványai, ne azért igyekezzünk a közelében maradni, hogy aztán a világ vége nehogy rosszul érintsen bennünket. Ebben van valami nagyon érdekes, hogy egy személyes kapcsolat a hitünk lényege. Jézussal nem azért igyekszem együtt menni, együtt élni, hogy aztán a végén majd a mennyországba kerüljek, hanem egyszerűen azért, mert ő Isten, mert ő jó. A világ vége, hogyha Jézussal járok, Jézussal telik az életem, nem kell, hogy tragikusan érintsen. Azt gondolom, ami az összeomlás kutató előadásában tragikus, az inkább az, hogy baj volna, hogyha az ember hozná el a világ végét. Én eddig azt hittem, hogy Isten az, aki kezébe tartja a világ sorsát, hogy ő fogja azt mondani, hogy akkor most vége, nem pedig az ember elpusztítja saját magát. Olyan szép a teremtés elbeszélésben, ahogyan Isten körbevezeti az első embert a világban, és mindent rábíz, mindent megmutat neki. Azt mondja, te adhatsz nevet a dolgoknak. Ez azt jelenti, hogy vedd birtokba. Tudd megnevezni a dolgokat, amiket most rád bízok. Az ember lesz ennek a gyönyörű paradicsomkertnek a gazdája. És aztán, hogyha bizony rosszul bánunk a világgal, akkor ez nem Isten terve szerint való. Titeket hogyan érint ez, amiről ő beszélt, hogy lehet, hogy a világunk előbb omlik össze, mint ahogy a világ vége eljön, nem magától, vagy Isten szerint. Nagyon szomorú az, hogy eltékozoltuk így az egészet, hogy így itt van ez a gyönyörű világ, amit kaptunk a teremtéskor, és ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagytuk, hogy ez bizony Isten teremtése. És hogy mi is ennek a teremtése a része vagyunk, és nem fölötte állunk. Szent Ferenc a naphimnuszban, amit mind ismertek meg, aztán középkori ferences teológusok is úgy beszélnek a teremtett világról, mint egy könyvről, amiben a teremtmények mindegyike egy-egy szó. És hogyha ezeket együtt látjuk, akkor a teremtőre ismerhetünk rá belőle. Felismerjük a teremtményekben az Isten kezenyomát. Tehát ezért is fájdalmas, hogyha nem úgy bánunk a világgal, mint hogyha jó gazdái lennénk. Mi gondoltok arról, ami számomra is kérdés, hogy mit lehet tenni itt a magunk helyzetében azért, hogy ha meg sem állítható, legalább mégis ne jöjjön el olyan hamar. Egyáltalán van-e értelme bármit tennünk keresztényként a természetvédelemért akkor, hogyha úgyis mindennek vége lesz? Akkor legalább egy kicsit el tudjuk odázni ezt az egészet, és esélyt tudunk adni a következő generációknak, hogy nekik még legyen esetleg gyerekkoruk, vagy valami normális életük még ezelőtt az egész összeomlás előtt. És egyébként, hogyha nincs is értelme, akkor is szerintem kötelességünk, hogy legalább próbálkozzunk. Az is fontos, hogy más emberekért, az olyan mi katolikusok vagy keresztények felelősséget vállaljunk a lelki üdvükért, és menjünk és hirdessük az evangéliumot, hogy minél többen jussanak mondjuk egy esetleges világ vége után a országba. Ez nagyon fontos gondolat. Keresztényként alapvetően attól, hogy meghalunk, nem kell félnünk. Hogyha Istennek tetsző életet élünk, akkor igazából a halál nem egy reménytelen elmúlás lesz, hanem az, hogy találkozunk vele, hogy kinyílik valami sokkal szebb egyébként, mint ami itt van. Egy új életnek a kezdete. Keresztényként ezt szerintem mindenképpen hozzá kell tennünk a világ végéről szóló gondolkodásunkhoz. Szerintem jó lenne egyébként másoknak is átadni ezt a fajta nyugalmat. Úgy gondolom, hogy ha nem a Istennel élte meg ezt az életet, ami itt alatott, akkor sokkal nagyobb nyugtalansággal fogja válni a halált, és kifejezetten talán félni fog tőle. És ezért lenne nagyon jó, hogyha mi keresztényként jobban tudnánk hirdetni az igét, és így több embernek így a nyugalmat meg tudnánk adni. Én kíváncsi lennék, hogy bekövetkezik ez, amit mondanak, hogy zuhanó repülőn nincsen pogány, ugye? Hogy egy ilyen világban mennyire akarná elhinni az ember, egy pogány ember akár, hogy akkor ő nincs vége, hogy még mindig van valami, amiben lehet hinni, hogy legyen valami kapaszkodója mégis. Igen, egyébként az, amit elmondott ez az előadó, az összeomlás kutató, szerintem arra is tényleg jó, hogy fölrázzon egy kicsit bennünket, hogy nem élhetünk mindig abban a jólétben, amihez egyébként nagyon könnyű volt hozzászokni. Zuhanó repülőn még nem voltam, de azt kezdő papként is tapasztalom, hogyha kórházba megyek, haldoklóhoz, beteghez, találkozom olyanokkal, akik nem sokkal a találkozásunk után tényleg meghalnak. Lehet, hogy egy életen keresztül igazából nem gondolkodtak az Isten kérdésről különösebben, és ott ez mégis nagyon aktuálissá válik. Az utolsó időkben megadja az Úristen azt, hogy másképpen gondoljunk rá, mint ahogy addig.